Lukács evangéliuma 19. részétől olvasom a nagyheti eseményeket. Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jézus Jeruzsálem felé. Amikor közeledett Bétfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamár csíkot, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt: az Úrnak van szüksége rá. Amikor a küldöttek elmentek, mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsíkot, gazdái ezt kérdezték tőlük: miért oldjátok el a szamárcsíkot? Ők így feleltek: mert az Úrnak szüksége van rá. Azután elvezették Jézushoz a szamárcsíkot, ráterítették felső ruhájukat, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: áldott a király, aki jön az Úr nevében. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: mester, utasítsd rendre a tanítványaidat. De ő így válaszolt: mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt: bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most el van rejtve a szemed elől. De jönnek majd rád napok, amikor ellenségeit ostromfalat emelnek körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik falaid között laknak. És kő kövön nem marad benned, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Virágvasárnapi ének. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna, zeng e kiáltás előtte, utána. Zöld ágakat szeldelnek útjára, békességet hoz népe javára. Áldott, aki jön az Úrnak nevében, általa lépünk az Isten kedvébe. Békesség ott fenn a mennyországban, áldott az Isten a magasságban. Ó, szent egyház, hívek boldog országa, mi édes ez a Jézus királysága. Szelíd szegény ő,
és alázatos, de nagy hatalmú és csodálatos. Igaz ő és a bűnből szabadító, a bűnt halált és népeket szódító. Vasvesszővel bírja ellenségét, de szelíden őrzi örökségét. Az árulás. Jézus nappal a templomban tanított, éjszakánként pedig az olajfák hegyére ment, és ott töltötte az éjszakákat. Kora reggel az egész nép hozzá sietett, hogy hallgassa őt a templomban. Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet Páskának neveztek. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust. Féltek ugyanis a néptől. A sátán pedig bement Júdásba, akit Iskáriótesnek neveztek, és egyike volt a 12-nek. Elment, és megbeszélte a főpapokkal és a templom őrség vezetőivel, hogyan adja őt a kezükre. Azok megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő elfogadta az egyességet, és kedvező alkalmat keresett arra, hogy a kezükre adhassa őt, amikor nincs jelen a sokaság. Te kezed által formáltattam földből, nagy bűnnel jöttem ki anyámnak méhéből, de a te irgalmad megtisztított ettől, s minden földi jómat vettem te kezedből. Mégis én nyomorult, háládatlan vagyok, új bűnnek naponként sokszor helyet adok. Uram, költs fel, kérlek, amikor szunnyadok. Most meg szent lelkeddel, mert én bűnös vagyok. Az utolsó vacsora. Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a páska bárányt. Jézus elküldte Pétert és Jánost, ezt mondva, menjetek el, és készítsétek el nekünk a páska vacsorát, hogy megehessük. Ők pedig ezt kérdezték tőle, mi a kívánságot, hol készítsük el? Ő így válaszolt, amikor beértek a városba, szembe jön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz. Kövessétek őt abba a házba, ahova bemegy, és mondjátok meg a ház gazdájának, a mester ezt üzeni neked, hol van a szállás, ahol tanítványommal együtt megheltem a páska vacsorát? Ő majd mutat nektek egy nagy, berendezett emeleti termet. Ott készítsétek el. Akkor elmentek, és mindent úgy találtak, amint előre megmondta nekik,
és elkészítették a páska vacsorát. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik. Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a páska vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a vacsorából, amíg csak be nem teljesedik az Isten országában. Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta, vegyétek, és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik. Ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta, e pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti érettetek ontattik ki. De íme, annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon. Mert az emberfia elmegy ugyan, amint elrendeltetett, de jaj annak az embernek, aki elárulja őt. Azok pedig kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni. Ki jelentéd irgalmadban, szentséges végvacsorádban, hogy áldozattá lettél a benne bízó hívekért, halált nemző vétkeikért, egyszer eleget tettél. Kikkel is végig lakozol, és karjaidon hordozol, sőt, azokkal egyesülsz, szent lelked által bennük vagy. Noha felséget dicső nagy, s az atyának jobbján ülsz. Jézust elfogják. Ezután eltávozott onnan, és szokása szerint az olajfák hegyére ment. Követték a tanítványai is. Mikor pedig odaért, így szólt hozzájuk. Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Azután eltávolodott tőlük, mint egy kőhajnyításnyira, és térdre borulva így imádkozott. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, hogy erősítse őt. Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. Amikor az imádkozás után felkelt, odament tanítványaihoz, és látta, hogy a szomorúságtól kimerülve alszanak. Ekkor így szólt hozzájuk, miért alusztok? Keljetek fel, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Miközben ezeket mondta, íme sokaság közeledett. Júdás jött elől. A 12 egyike, és Jézushoz lépett, hogy megcsókolja.
Jézus így szólt hozzá. Judás, csókkal árulod el az ember fiát? Amikor a körülötte levők látták, hogy mi készül, megkérdezték, Uram, oda vágyunk karddal! Egyikük oda is csapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. Jézus azonban megszólalt, és ezt mondta nekik, hagyjátok abba! És megérintve a fülét, meggyógyította őt. Majd ezt mondta az ellene kivonuló főpapoknak, a templomőrség vezetőinek és a véneknek, úgy vonultuk ki ellenem, kardokkal és botokkal, mint valami rabló ellen. Minden nap veletek voltam a templomban, mégsem emeltetek rám kezet, de ez a ti órátok, a sötétség hatalmának ideje. Isten, ki a törődött szívet meg nem utálod, sőt a bánatból ejtődött könnyeket megszámlálod. Kedvelyet érzésimet, és elmélkedésimet, melyek szívemben támadnak, halálán te szent fiadnak. Mint sír a kertben magában, mint küszködik a harccal, mely a sötét éjszakában a földre ejti arccal, hol kínjait lelkében, érezvén és testében, vércseppel verejtékezik el a lél és csüggedezik. De új erőt vesz magának, lelkét megbátorítja, mint a vitéz ha harcának kezdete tántorítja. Az eláruló csókra önként megy a kínokra, a fegyverekbe öltözött, vérengző kísérők között. Az Úr Jézus a bírói előtt, amint megvirratt, összegyűlt a nép véneinek a tanácsa, a főpapok és az írástudók.
Jézust a nagy tanács elé vezették, és felszólították, ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk. Ő pedig így válaszolt, ha megmondom nektek, nem hiszitek, ha pedig én kérdezlek titeket, nem feleltek. De mostantól fogva, ott ül majd az ember fia a mindenható Isten jobbján. Erre mind azt kérdezték, akkor hát te vagy az Isten fia? Ti mondjátok, hogy én vagyok, felelte nekik. Azok pedig így szóltak, mi szükségünk van még tanúvallomásra, hiszen magunk hallottuk a saját szájából. Ezután valamennyien elindultak és elvitték őt Pilátushoz. Ott így kezdték vádolni. Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király. Pilátus megkérdezte tőle, te vagy a zsidó királya? Ő pedig ezt felelte. Te mondod. Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a sokasághoz. Semmi bűnt nem találok ebben az emberben. De azok még erősebben kiáltozták. Fellázítja a népet tanításával egész Júdeában, Galileától kezdve egészen idáig. Pilátus ezt hallva megkérdezte. Galileából való ez az ember? Amikor pedig megtudta, hogy Heródes fennhatósága alá tartozik, átküldte Heródeshez, aki szintén Jeruzsálemben tartózkodott ezekben a napokban. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült. Már jó ideje szerette volna látni, mert hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tesz majd a szeme láttára. Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. Ott álltak a főpapok és az írástudók is, akik hevesen vádolták. Heródes pedig katonai kíséretével együtt megvetően bánt vele. Kigúnyolta, és fényes ruhába öltöztetve visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Heródes és Pilátus barátságot kötöttek egymással, korábban ugyanis ellenségek voltak. Pilátus összehívta a főpapokat, a vezetőket és a népet, és így szólt hozzájuk, ezt az embert elém hoztátok azzal, hogy a népet félrevezeti. Íme, én előttetek hallgattam ki, és semmi olyan bűnt nem találtam ebben az emberben, amivel vádoljátok. De még Heródes sem. Mert visszaküldte hozzánk. Láthatjátok, hogy semmi halált érdemlő dolgot nem követett el, megfenyítem tehát, és elbocsátom. Ünnepenként szabadon kellett neki bocsátania egy foglyot. Erre valamennyien felkiáltottak, ezt öld meg, Barabbást pedig bocsásd el nekünk. Ez az ember a városba történt lázadás és gyilkosság miatt került börtönbe. Pilátus ismét szólt hozzájuk, mert szerette volna szabadon bocsátani Jézust. De ezek kiáltoztak. Feszítsd meg! Feszítsd meg őt! Ő azonban harmadszor is így szólt hozzájuk. De hát mi rosszat tett ez az ember? Nem találtam benne semmiféle halált érdemlő bűnt. Megfenyítem tehát, és elbocsátom. De azok hangos kiáltásokkal sürgették és követelték, hogy feszítsék meg. És kiáltozásuk győzött. Pilátus ekkor úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak. Szabadon bocsátotta azt, akit kértek, aki lázadás és gyilkosság miatt volt börtönben, Jézust pedig kiszolgáltatta akaratuknak.
Megsírasd nagy bűnöt, melyért Krisztus se földre jött, mennyei dicsőségből. Emberré lettő érettünk, közben járunk lett mi nekünk, Atyának jó kedvéből. Sok beteget meggyógyított, holtakat is feltámasztott, míg eljött az az óra, hogy értünk feláldoztatott, bűnünk vállára adatott, felvívén keresztfára. Nagy hálát adjunk néki hát, mert értünk vállalt kínhalát, éljünk úgy, mint kívánja. Vívjunk a bűnnel nagy csatát, Krisztus majd győzedelmet át, hallgassunk csak szavára. Tőle tanulj szeretetet, kiértünk halált szenvedett, síg szerzett üdvösséget. Ó, ember, nézd a Golgotán, bűnödért mi ítélet jár, gyűlölj meg minden vétket. Jézus a keresztfán. Amikor elvezették őt, megragadtak egy bizonyos cirénei Simont, aki a mezőről jött, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után. Követte őt a nép és az asszonyok nagy sokasága, akik jajgattak és siratták őt. Jézus pedig feléjük fordulva ezt mondta nekik: Jeruzsálem lányai, ne engem sirassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok, mert íme jönnek majd napok, amikor ezt mondják, boldogok a meddők, az anyja méhek, amelyek nem szültek, és az emlők, amelyek nem szoptattak. Akkor majd kiáltani kezdik a hegyeknek, essetek ránk, és a halmoknak, borítsatok el minket, mert ha a zöldellő fával ezt teszik, mi történik a szárazzal? Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponyahelynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket. Az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháin. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak: másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő a Krisztus, az Isten választottja. Kigúnyolták a katonák is. Oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak: ha te vagy a zsidó királya, mentsd meg magadat. Felirat is volt a feje fölött, görög, latin és héber betűkkel írva: ez a zsidók királya.
A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy-e a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is. De a másik megrúgta, ezt mondva neki, nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat nem követett el. Majd így szólt, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Jézus így felelt neki, bizony, mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója, megfeszített Isten fia, bűnömnek fán függő díja. Jézus enged hozzátérnem, veled halnom, veled élnem. Szent kereszteden kereslek, szomorú szívvel szemléllek, mert így gyógyulást reménylek. Most meg szent véredben s élek. Jézus enged hozzátérnem, veled halnom, veled élnem. E keresztről én reményem, tekints rejám szerelmesen, éppen téríts hozzád engem, mondván bűnöt elengedtem. Jézus enged hozzátérnem, veled halnom, veled élnem. Jézus halála és temetése. 12 órától 3 óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitya pedig középen ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott, Atyám, a te kezedbe teszem le lelkemet, és ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, hogy mi történt, dicsőítette Istent, és így szólt, ez az ember valóban igaz volt. És az egész sokaság, amely erre a látványra összeverődött, amikor látta a történteket, mellét verve tért haza. Jézus ismerősei pedig mindnyájan, és az őt Galileától fogva követő asszonyok távolabb állva szemlélték mindezt. Volt egy József nevű ember, Arimátiából, a judeaiak egyik városából, a nagy tanács tagja, derék igaz férfiú, aki nem értett egyet a többiek döntésével és eljárásával, mert ő várta az Isten országát. Ő elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Azután levette, gyolcsba göngyölte, és elhelyezte egy sziklába vágott sírboltban, amelyben még soha senki sem feküdt. Az ünnepi előkészület napja volt, és hamarosan kezdődött a szombat. Elkísérték őt az asszonyok,
akik együtt jöttek Jézussal Galileából, és megnézték a sírboltot, meg azt is, hogyan helyezték el Jézus testét. Azután visszatértek, illatszereket és drága keneteket készítettek, szombaton azonban pihentek a parancsolat szerint. Te drága Jézus, mi történt te véled, hogy oly keményen súlyd az ordítélet, a szörnyű vétket elmivel követ. Az eredetje, jaj, vétkeimmel vertelek keresztre. Amit te szenvedsz, Jézus, én okoztam. Fejedre hoztam, s mi büntetés, mit a világ reád mért, a jó nyáj őrző szenved a juháért. A bűnért, melyet szolgák elkövettek, az Úr fizet meg. Meghal a jó, ki hűség volt, s a lázat. Az él ki Isten bántására lázott. A vétkes ember sértetlen s bilincsben ott áll az Isten. Jézus feltámadása. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, íme két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk, miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, megmondta nektek még Galileában, hogy az ember fiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, de a harmadik napon fel kell támadnia. Ekkor visszaemlékeztek szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja Mária, és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak,
De ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt. Elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Miközben egymás között beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket, békesség nektek! Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk, miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezémet és a lábaimat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és nézzetek meg jól. A szellemnek nincs húsa és csontja, de amit látjátok, nekem van. És ezeket mondva megmutatta nekik a kezeit és a lábait. Amikor pedig még mindig hitetlenkedtek örömükben, és csodálkoztak, megkérdezte tőlük, van itt valami ennivalótok? Ők pedig adtak nekik egy darab sült halat, elvette, és szemük látára megette, majd így szólt hozzájuk, ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mind annak, ami megvan írva rólam Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt hozzájuk. Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül. És hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És íme én elküldöm majd nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott, örvendezünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk, halleluja. Ha ő fel nem támad, nincs többé bűnbocsánat, de él ezért szent nevét, zengjük ő dicséretét, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Örvendezünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk, halleluja.